Egy nagyszerű reakció, egy fantasztikus felismerés, és ez döntött el a mérkőzést. Hogyan történt ez a pillanat? A játékvezető leejtette a labdát, és mi történt akkor, Bence? Igen, a labdaejtésre jöttünk. Játékvezető mondta, hogy valakinek bele kell érni előtte, mielőtt bemegy, és akkor Mesával összenéztünk, és akkor úgy gondoltam, hogy beteszem el, és szerencsére bejött és befejelte. Nagyszerű megoldás volt, talán lövésen is gondolkoztál eleinte. Igen, gondolkodtam, csak mivel mondtam, hogy a bíró mondta, hogy először bele kell érni valakinek, csak úgy lehet gól, ezért döntöttem így, hogy beadom, szerencsére bejött. Kettős győzelem a Kisvárda első nemzetközi párharcában, hogyan tudjátok ezt feldolgozni? Most elraboltunk az ünneplő társaságtól. Nagyon boldogok vagyunk nyilván. Hát, úgymond történelmet írtunk a Kisvárda történetébe, nem szeretnénk itt megállni, úgyhogy szeretnénk folytatni. Azt hiszem, hogy a Moldéval fogunk játszani a jövő héten, úgyhogy szeretnénk őket is legyőzni. Hihetetlen, hogy most ezt mondjuk, de ez mekkora lökést adhat a bajnoki rajthoz, hiszen vasárnap a Debrecent fogadjátok. Igen, kevés idő van addig. Nyilván a mesteréknek ki kell találni, hogy fogunk felállni. Most kicsit elfáradt a csapat, de ezért vagyunk 25-en, úgyhogy nem félek attól a meccstől sem. És egy gyors kérdés, még voltak változások a nyáron a csapatban, de nagyon egységesnek és stabilnak tűntök, ahogy régebben is. Milyen ez az új Kisvárda? Igazából ugyanolyan arcok jöttek, akik elmentek, úgyhogy az összhang az megmaradt, a kohézió megmaradt, úgyhogy ez a csapat erőssége. Gratulálunk, köszönjük szépen! Óriási sikert ért el a Kisvárda csapata, és üdítő látvány, magyar játékosokat is látni a Kisvárdában. Mindkét mérkőzésen szerepet vállaltál. Mivel gazdagodtál, hiszen az első nemzetközi párharcát nyerte meg a Kisvárda? Először is szeretném megköszönni a klubnak ezt a lehetőséget, ami megadatott számomra, rengeteg élményet, és egy nagyon minimális tapasztalattal úgy érzem, hogy gazdagodhattam. Nagyon jól érzem magam, és nagyon boldog vagyok, hogy saját nevelésként be tudtam mutatkozni itt is. Nagyszerű időszakot él meg a Kisvárda, hiszen bajnoki ezüstérmes volt, most a nemzetközi kupasorozatban is úgy tűnik, hogy megállja a helyét, északi ellenfél következik, de a legfontosabb az, hogy bármilyen változás is volt nyáron, ez a csapat továbbra is nagyon stabil és nagyon erősnek tűnik. Milyen érzés ebben a gárdában szerepelni? Nagyon jó, és ez nagyon nagy önbizalmat ad mindenkinek. Ez a csapat tényleg a helyén van, és nagyon kompakt, szóval nem lehet tényleg rosszat mondani most a csapatra. Mindenki küzd a másikért, egytől egyik, szóval mindenki a 100%-ot adja bele, így nem tudok kritikát mondani, természetesen nagyon jól érzem magamat. Nagyon fontos példát mutathatsz így a magyar játékosok, hogy be lehet kerülni egy olyan jól szereplő együttesben, ahol többnyire nyilván külföldiek játszanak. Mennyire ösztökél még jobb teljesítményre téged az, hogy itt lehetsz a csapatban? Nagyon, és ezzel is szeretném megmutatni, hogy el lehet érni, de ez nagyon kemény munka kell, és emögött nagyon sok van. Szóval próbálok még többet adni, és fejlődni, hogy minden meglegyen a karrieremben, amit elterveztem. Köszönöm, Erik. Nagyon szépen.